szorontók, tiltók karbantartása szakszerűen történt. Az övállatok karbantartás megtörtént. Rövid egyeztetéssel indult a hagyományos őszi védműszemle csütörtökön a Tiszabecsi Védelmi Központnál. A vízügyesek mellett a megyei védelmi bizottság és az együttműködő szervezetek, rendőrség, katasztrófa védelem szakemberei és a térség országgyűlési képviselője előbb megtekintették a védelmi eszközöket, majd közös bejárásra indultak a Tisza töltésén. Ellátogattak a Tisza túrtározó feltöltő zsilipe építési munkáinak helyszínére, amely mintegy 100 méter hosszon engedi majd be a vizet a tározóba. Egy komplex fejlesztésről van szó, hiszen nem csak árvízvédelmi, hanem vízgazdálkodási céllal is épül a tározó. Arra is lehetőséget biztosít, hogy öntözővízzel ellássuk a mezőgazdasági kultúrát is, és természetesen a természeti környezetet is. 42 millió köbméter víz tárolására lesz alkalmas ez a szükségtározó, hogyha úgy hozza a sors, hogy meg kell nyitni, és a Tisza árvíz szintjét egy 50 centivel képes csökkenteni. Nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy ez a negyedik szükségtározó, ami jelenleg készül, mert korábban kettő itt a megyében, és egy pedig Cigándon a zempléni bodrogközi területeken már megvalósult. Ez a rendszer így, hogyha kiépül, akkor ez már meglehetős biztonságot tud teremteni itt ebben a térségben. A 35 milliárd forintból megvalósuló szükségtározó már a negyedik ilyen lesz a felső Tisza vidékén. Mint a Feti vízig igazgatója beszámolt róla, a létesítmény építése ütemszerűen halad, jelenleg az új műtárgyak építésével. A töltésépítések most szünetelnek, azok majd tavasszal fognak folytatódni. A védmű felővizsgálat mellett így ősszel a meglévő árvízvédelmi rendszer, a berendezések, gépek ellenőrzése, karbantartása zajlik. Továbbá az előrejelző és riasztási rendszer működését is ellenőrzik. Utóbbi kapcsán a vezető a napokban lehullott csapadék várható hatásairól is beszélt. Ezek az esők nagyon jól jöttek, hiszen nagyon súlyos a vízhiány a felső Tisza vidékén, és egyenlőre árvízi veszélyt nem jelentenek a számunkra. Az előrejelzések is azt mutatják, hogy kisebb vízszint emelkedés fog bekövetkezni, másfél-két méteres, de jelentős árvíz ezekből a csapadékokból itt a térségünkben nem várható. Az elmúlt időszakban egyébként nem volt komoly árvízhelyzet, így a munkák rendben folyhattak itt Tiszabecsen is. Ha elkészül az új tározó, nagyobb biztonságban érezhetik magukat a térségben élők, akik az elmúlt évtizedekben számos nagy árvizet megéltek már. Az itt élő emberek együtt éltek és együtt élnek a Tiszával, és hát görcsbe rándul a gyomruk, hogyha három napig esik az eső, mert akkor az nagy valószínűséggel azt jelenti, hogy komoly árhullám várható, és hát ez egy nagyon nagy biztonságot adó építmény készül itt, és nyilván nem csak ezt az egyet, a Túr Tisza közét kell nézni, hanem a Szamos Kraszna közét és a Beregi víztározót. A három együtt már én úgy gondolom, hogy adhat biztonságot az itt élő emberek számára. A térség vízügyi igazgatóságának területén tavaly amúgy 32 kilométer hosszban erősítették meg a töltéseket, építettek át zsilipeket és aszfaltozták a töltés koronát. Ezek mind hozzájárulnak a veszélyhelyzet orvoslásához. Ezt szolgálát Tilki Attila szerint az új Tivadari híd is. A települést Kisarral összekötő vízi átkelőt a tervek szerint a jelenlegi 8 helyet 3 pillér tartja majd.